Tisztelt kollégák! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Hadd kezdjem egy rövid bemutatkozással. Sidó Elvente vagyok. 2001-ben végeztem a Szemelvejsz Egyetemen Budapesten. 2001 óta a Honvéd Kórház szájsebészetén dolgozom, illetve 2004-től működik saját rendelőm az Aquadent fogászat, és 2005-től a precedent csapatának is része vagyok. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Ja, most már második alkalommal mutathatok be egy rövid prezentációt itt a 2020-as online Dental world -ön. A mai alkalommal szeretnék a sebészi sablonokról beszélni, ennek a témáját körüljárni, illetve egy különleges esetet bemutatni, egy különleges ötleten alapuló esetet nagyon fontos, akik ismernek, azok már sokszor hallották tőlem a csapatmunka a fogászatban. Ezt külön szeretném a mai napon hangsúlyozni. Hát kezdjünk is hozzá. Implantáció elvesztett implantátum helyére a protetikai munka megőrzésével. Erről szólna az előadás, tehát tulajdonképpen hangsúlyoznám ezen a dián, hogy a tervező programban az implantátumokat protetikai szemlélettel pozícionálhatjuk, és lehetőségünk van csavarozott restaurációk készítésére, sokkal inkább, mint a kézi implantátum behelyezés esetén. Vagy hát sablon nélküli behelyezés esetén. Az implantátum pozíciója. Mindjárt az első gondolata a technológiai hibák, mert hát azok bizony lehetnek. Én leginkább, amit tapasztaltam sebészi sablonnal kapcsolatban, ritkán azt, hogy pontatlan lenne, tehát a CT mai felbontásával, illetve a intraorális szkemek, lenyomatok, vagy az extraorális szkemek minőséget manapság már olyan szintre fejlődött, hogy én a sablonok pontatlanságát nem igen szoktam tapasztalni. Az viszont biztos, hogy ha túlzottan pontos a sablon, az nem jó. Ugyanis például a fogközi területekre, hogyha részszerűen beterjed, akkor egyszerűen annyira szoros, hogy nem bírom föltenni, tehát ezekről a részekről beszélünk. Szerencsére ugye mind a 3D nyomtatásnál, mind a programnál ezek beállítható paraméterek. Az elrontott sebészi sablon ebben a, ezen a dián azt jelenti, hogy előfordulhat sajnos, hogy mondjuk egy velünk megesett, jobb felső egyest szeretnénk, egyes helyére szeretnénk implantátumot behelyezni sebészi sablonnal, és hát a tervezés során elcsúszó munka folyamatból készül egy sablon, ami a bal felső egyes helyére passzol. Ugye, ha ez egy azonnali implantátum beültetés, adott esetben ez akkor az volt, akkor bizony egy kis figyelmetlenséggel Ugye, könnyen előfordulhat, hogy azt a fogat távolítjuk el a sablont figyelve, meg egyáltalán ugye a, a sablonhoz adott protokolt végignézve, ami, amit pont nem kellene. Tehát nagyon kell figyelni és önmagunkat ellenőrizni, amikor rábízzuk magunkat a technológiára. Az anatómiai nehézségekről már esett szó. Ugye a, a tankönyvekben meg a szórólapokon igaz az, hogy ilyen kockaszerű az álcsont, és egy kis lekerekített kocka, és gyakorlatilag mindig ideális a, a, a különböző ilyen rajzos leírásokba az implantáció szempontjából. Itt bizony ferde felületek vannak, amik elvihetik a fúrót, főleg azonnali implantátum beültetésnél, de egyébként is egy sorvat álcsont az nem feltétlenül olyan, anatómiai konfigurációt mutat.